valamiért az élet során kicsit elvesznek. A szeretet időként elhalványú migráció. Erősítenénk a karácsonyfal rá, az ajándékokkal együtt. Elhelyezzük szívünk szétállapú szeretetét. Ezt szeretnénk mi is tenni ezzel a kis ünnepi megemlékezésünkkel. Most elkérem dr. Pásztorné, amikor hasonló intézményvezető asszony ünnepi köszöntőjének megtartására. Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ezt lehet boldogra az ember. Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani. Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes. De valahogy, ha minden napjaink van, ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, a problémák, életünkben észrevétlenül belopóznak a szürke hétköznapok. A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket. Nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. A karácsony megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést igyekszünk előtérbe helyezni. Gimnáziumunk folyosói karácsonyi díszekkel ünnepővel öltöztettük. A jelképesen is, de lobog a kandallóláim a földszinten, valamint a gimnázium karácsonyfájét és az osztálytereken is feldíszítették a diákok, hogy megint karácsonyi hangulatban teljen december. A karácsony közeledével elgondolkodunk mi is a szeretet. Valószínűleg mindenkinek más jelent. A szeretet félbeszakítja a sütést, főzést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakáskészítést és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az időszűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házakért, amiben jól kiválasztani karácsonyi porcelán és odaillő asztalkörítőre. A szeretet nem kiállt rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent elkül. A játékok és drága ajándékok tönkre mennek. A gyöngycsök elvesznek, a műszaki cikkek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad. Adni jó, mint kapni, közhelyé vált igazság. Minden évben karácsony közeledtével igyekszünk diákjainkat arra is nevelni, hogy segítsünk az arra rászorulóknak. Örömmel csatlakoztunk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkárságának, Bácsöncsoki mosolyra felhívásához, segítve azoknak a gyerekeknek, akik még ha átmenetileg is szülők család nélkül maradtak. Ruhát és játékokat gyűjtöttünk, amit a Család és Gyermekjóléti Központnak ajánlottunk fel. Református egyéni szakületi telepeinek diákjait is meglátogattuk, hogy az 5. K, 6. K, 7. K és a 10. K osztályos diákok kézzel készített ajándékát átjutsuk Mikulásnak alkalmával. Az elmúlt években egy-egy kiváló, de hátrányos helyzetű diákot sikerült megjutalmazni fejlettokkal. Ezzel is hozzájárulva további sikeres tanulmányaikhoz. Az idén Jakab Levente a laptop boltok tulajdonosa. Megkérlek szépen, párok ide mellé, és megkérem a dr. Rédi Takács Krisztina igazgató helyettes asszony, hogy a véleményt felolvassa. Jakab Levente a Kossuth Lajos Gimnázium 9. osztályos tanulója. Kimagasló tanulmányi eredményével, precíz, pontos munkájával, szorgalmával, példakép társai számára. Szerény, segítőkész, példás magatartása miatt osztálytársai nagyon kedvelik. Fontos számára, hogy a tanulókon alaposan felkészüljön, igyekszik feladatait tökéletesen megoldani. 5. osztálytól kezdve kitűnő bizonyítványal rendelkezik, amelyet számos szaktanári dicséret tesz még értékesebbé. Tisztelettudó felnőttekkel, gyerekekkel kerül rá. Bármikor megkérhető, hogy segítsen gyengébb társai valamelyikének. Ezt szívesen teszi, soha nem ad elutasító választ, de még egy kedvetlen tekintetet sem. A humán és a reál tantárgyakat illetően is kiemelkedően tehetséges diák. Kitűnő a logikája és a lényeglátása, szorgalma és kitartása tanulmányait mindig kíséri. Szívesen veszi próbára tudását tanulmányi versenyeken is. 2021-22-es tanévben elért eredményei. Olyan matematika csapatverseny, megyei, kör,
körzeti forduló 10. hely. Bolyai Fanyi nyelvi csapatverseny, megyei körzeti forduló 10. hely. 2021-es tanévben értelemünk egy. Bolyai matematikai verseny, megyei körzeti forduló 3. hely. Bolyai Fanyi nyelvi csapatverseny, megyei körzeti forduló 10. hely. Korábbi években is igyekezett megmutatni a tehetségét. A 8 osztályos tanulmányi versenyen helyesírásból 5. osztályban 2. helyezett lett. A London Bridge angol nyelvi tesztversenyen szintén 2. helyezést ért el. A Túrkevei Petőfi Sándor általános iskolától szervezett matematika versenyen 1. helyezést ért el. A Bolyai anyanyelvi és matematika versenyeken szintén részt vett több alkalommal. Megint eltelt egy év. Köszönetemet fejezem ki először is azon kollégáknak, akik a mai meghitt ünnepséget megteremtik számunkra. Bukta Erzsébet, Kisné Szedlacse Gizella, Fügyéni Szálvecki Csilla, Bodnárnyi Földvizika tanárnak. Köszönet mindazon diákoknak, akik karácsonyi felépésükkel megnyerhetik a szívünket. Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették intézményünk működését, pedagógus kollégáknak, hogy magas színvonalon látták el feladataikat. Megköszönöm minden kedves kollégámnak, az egymásnak és a diákoknak év során osztogatott szeretetadatokat, odafigyelést, valamint a sikeres együttműködést. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy a lehető legtöbb pillanatát éljük meg a karácsony csodájának azokkal, akik fontosak számunkra. Adjunk időnket, figyelmünket, magunkat, családunknak, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele együtt járó békességben csodássá az ünnepeket. Áldott békés szeretettel és karácsony, és boldog évet kívánok! Az ünnepi műsorunk kezdeteként hallgassuk meg Molnár Rodát, katolik háosztályos tanuló, Kralinén szólóját. Jöjjenek a vándorok, ők mondják el, mi dolog, ami őket elhozta, messze felre fámasztja. Úr király, itt vagyok, tiszteltem, óvó! Napkeleti hegyek közül hozott ide az utat. Fényes csillag feltűnése, ünnepélyes ünneplése, jelezte, hogy az országban megszületett új királyom. Elindultunk hamadsággal, mentörődök fáradtsággal, a csillagot kövessük, az új királyt keressük. Mondjátok meg, merre van, hadd köszöntsük boldog. Addig ott kint váratok, tovább ne induljatok. Jeruzsálem városát sürgős parancsjára jár. A főpapok mind jöjjenek, írástudók és főemberek. Keressék és kutassák, a királyra tudassák, hogy a gyermekkor lehet, ki a vándor bölcsöket oly messzire elhozta,
Izraelbe vonzol fel. Összegyűjtünk, Uram király, és üdvözlünk tégedet, rendelkezzél szolgálatra, add elénk kérésre. Nem jó kedven hivatalom, de ha így kell lennie. Mondjátok meg, a Krisztusnak hol kell megszületnie? Nem ő lesz az a gyermek, itt a bölcsek emlegetni. Nem gondoljuk, Uram király, hogy a Krisztus már itt. Szentvárosnak szemünk között aladónak híre lenne. Idegenek tudnak róla, és mielőtt ők ezt titokolnak? Ám de szóljon az írás, végig megért a mikrás. A Krisztusra megjelent a szülőföldje Betlehem. Mindjárt elmentek, és a bölcsek bejöhetnek. A szívében dúló biba nagy elébe alájra jött, és ördögi ravasztárjét nagyban is eltitkolja, mire a bölcsek helyenek, teljesen itt fog elő is. Menjetek a csillag nyomán, elérkeztek Betlehembe, ott a királyt meglátjátok, ha valóban igaz lenne. Aki minket jóságosan hozott hegyen, völgyen át, hiszű pontos találkozás részít majd az új királlyal. Csak menjetek, barátaim, mindent jól megfigyeljetek. Visszafelé megpihenni, hírt mondani bejöjjetek. Szeretnék majd én magam is tisztességet tenni nála, nem megy hozzá üres kézzel, Izraelnek nagy király. És a bölcsek tovább mentek, Betlehemig megcsináltak. Megtalálják jászlájban, s mi vannak az új királyban. Kincsüketök mind hitelre, arany, tömjét, mirna bőrben kerültöttek, és várja nézni őket hálás szintre. Megtalálták, kit kerestek, s nagy örömmel magasztalták, látjátok, fejtett csak jászol, de ő teljes kegyelemmel. Mikor aztán csendre térve, szemükre száll csendes állam, mennyei fény villanása, ragyog át az esti tájon. Szózat hangzik, Herodeshez ne menjetek újra vissza, gyilkos szíve szándékátok, ti szívetek legyen tiszta. Oldalatok végeztével el is mentek más irányba, hiába vászhatunk király Jeruzsálem városában. A bölcsek és a gyermek megmenekült. Még sokszor volt nagy veszélyben, s áldott földi élet után magát adta a keresztnek. Thank you.
világ készül van, mert a kapu kinyílna fésére. És a réseken belestétban szeretett ezen napon. Végét hirdett valahány vallás, álljon fel a háborúskodás. Karácsony kerekén fölöttünk, legyen itt a számára szívünk. Jézus a fény. Oda kell menni, ahol szívesen vár. Ahol nem csak az ajtók, de a szívek is kitártak. Ahol nincs bántószó, ölelnek szeretet. A szeretet bárcsak a megtudunk. Ideg a világ, a lelk is vagyos. De mindenki életében ott a tűz, mi hívott. Mindenki életében ott a fény, vagy láss. A jelzet van, hogy hazataláljuk. Nézd magadba a karácsony szentesen. Jézus a tűz, Jézus a jelző fény. Szívedben felvetődik, borulj előtte. Tudd, mindig veled van, Betlehem állatot. Karácsony csoda. Sűrű hóesésben, ezüstszámon, angyalok énekével érkezik a karácsony. A hideg szívek újra lángolnak, hegyek bajok között a hóharangok megfontolnak. Zengését tölti be a tája, emberek szeméből meleg jóságát. Ápad. Mi van, Pistától a gyertek rangja? Izgat a gyerek, az ajándéket rágja. Karácsony a zöld elő ága, ezüst a szívem, burító varázsa. Csillogó varázsa ez, mindig doboz varázsa. Ajándékba költözni, szeretet ember. Amikor a lelkek újra egyébának, a szeretetben egymásra találnak. Nagy kincseket a fék pár napra, megszólal még varázsunk hangja. Szeretetre lettünk teremtve, a karácsony emlékeztet erre minket szemeste. A lány, mely szívekbe fék, ne csak karácsonyban legyen az ütnék. Ragyogjon egész évben át, bevilágítva a földlányon. Szeretett ünnepem! Karácsonykor minden út hazavezet. Ilyenkor az ember szíve is megtelen. Együtt lenni azokkal, kiket nagyon szeret, ennél szebb az ünnep sem lehet. Minden olyan szép és díszes, csak úgy ragyognak a fények. Szeretet és béke tölti be a szívedet, mert akiket szeretsz, mind veled ünnepel. Ünnepeljetek át együtt, és békesség töltsen el. Vedd fel a legszebb ruhát, és mosolyog. Hisz nem létezik annál szebb arc, melyik mosolyog. Légy boldog mindig, ennél semmi sem fontosabb. A szeretet a legszebb dolog, másnak odaadhatsz. Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, ünneplőbe öltözik minden tiszta. Amikor megszólal a karácsonyi dallal, imádságot suttogunk, átkapta. Karácsonyi angyalok suhannak az éven, bár belomorodnának, mindig egész évben. Mosoly lenne az arcokon, a könycseppek helyett, minden házba beköltözne a béke és a szeretet. Karácsonynak szelleme marad mindig velünk, taníts minket szeretetre, s ad vissza nekünk. Nem kérni nagy ajándékot, csak erőt, egészséget, s hogy boldogságban töltessük a következő évet. Hugh Oliver, a karácsonyi ajándék. Egész általán havazott, sűrű hópályák lepték be az ajtókat, ablakokat, fehér kárpíttal vonták be a mezőket, és valahol a kanadai téli egyik magányos farmján egy gyermek készült erre a világra jönni. John, az apa nyugtalanul járkált feled a nappali szobában. Jesse a felesége harmadik órájába indult első gyermekünkkel. Nem volt már jobban fiatal, de nagyon akarta ezt a gyermeket. Remélem a doktor időben ideje, gondolta John, csak ez a sok hóna esett volna. Később így marmondírozott. Alkodalomra semmi ok. Évezredek óta így történik, és Jesse anyja is van, hogy segítsen neki, ha kell. Odakint a sötét csendben csak a pupályák halksuttogása hallatszott, és csak néha jajgott fel egy-egy fajeges terp alatt. John a pahasávokat nyaladozó lángokat nézte elmélyülten, amikor kopogtatta. Gondolta, a doktor érkezett meg, de meglepetésére egy idegen állt az ajtóban. Bejöhetek?
unatkozott kis ideig, de látva átfagyott szomorú ábrázatát és a haját, meg a jégcsopokká állt össze a ráolvadt hó, beengedte. Havas ruháit lesegítette, és helyet készített a tűz előtt, ahol az éjszakát töltette a jövővény. Vacsorát is adott, amelyet nagyon hálás volt az idegen. Mit kerestél oda ki milyen havas éjszakában? Kérdezte John. Nagyon sok dolgom van, felállta az idegen. Nagyon sok helyre kell mennem. De hát hová kell menned ilyen időben? Bárhová, mondta a különös idegen. Mindenhova elmegyek ezen a világon, ahol szívesen látna. John nem igazán értett, amit beszélt, de nem fakadta tovább. Az idegen pedig csendben melegedett tovább a tűz előtt. Később John elmondta, hogy felesége éppen most ad életet az első gyermeküknek. Tudom, felállta az idegen. Tehát honnan tudod? Már odakint hallottam a sírást. John nem értette, hiszen ő semmit sem hallott. Hajnal kettő volt, mire megszületett. Élettelenül. Jessica megölte mélyen mozgott. Az anyja, aki végig mellette volt, tette a halott csecsemőt a bölcsőbe. Csak ezután ment le elmondani, hogy mi történt. John ott elment kétségbe esésre túlra. Látva az asztalba jutó ajándékokat, a történtek után már nem volt képes hinni a karácsonyi csodában. Lány volt, vagy fiú? Fiú, felállta Jessica anyja. Akarod látni? Igen, aztán elviszem, nem akarom, hogy Jessica is így lássa. John szeretettel nézett a sápa, mi állapban lévő feleségére. Hálás volt Istennek, hogy legalább őt megfejtette neki. Majd pár pillanatig meretten nézte a szánalmas kis testet a bölcsőben, aztán óvatosan karjába vette, és lement vele a lépcsőn. Ahogy állt, szemben tartva a gyermeket, végtelen bánat fogta marokra a lelkét. Az idegen törte meg a csendet, kérte, hadd foghassa meg a fiút. John szó nélkül átadta. Karjába véve ritkakra kezdte, és megcsókolta a fiúcska homlokát. Miért csinálja ezt, hiszen halott? Kérdezte Jessica anyja. Meleg kell neki. De hát meghalt, mondta szinte kiabálva a nagymama. Az idegen azonban csak mosolygott, és tovább ringatta a gyermeket. John arra lett figyelmes, hogy a kicsi fiú szeme kinyílik, és halkan sírdogálni kezd. Csoda, hiszen csodát tettél, kiabálta John. Visszahoztad a halálból a fiamat. Nem volt halott, válaszolta a férfi. Nem halhat meg, aki még nem is élt. A nagyanyja karéba tette a gyermeket, gyorsan tegye az anyja mellé, mielőtt felébredne. Ezután Johnhoz fordult, mennem kell tovább. John azt sem tudta hirtelen, mit tegyen. Sírjon, nevessen, vagy csókolja össze az idegen. Maradnod kell, maradj velünk, kérlek, örökre. De az idegen vette a kabátját, és már az ajtóban állt. Akkor legalább a karácsony tölts velünk, kérlelte John. Nézd, teli az asztal mindenféle jóval, szívesen megosztjuk veled. Hiszen a legnagyobb ajándékot tőled kaptuk. Az idegen azonban nem maradhatott. Megköszönte a szíves marasztalást, de mennie kellett. Halkan becsukta maga mögött az ajtót, és lassan elindult a friss havon. Elállt a hóesés. John állt az ajtóban, és nézte-nézte a vendéget, amíg eltűnt a messzeségben. Befelé indulva döbbent rá, hogy a távolodó idegen léptei nem hagytak nyomot a frissen esett hóban. Aranyos gyermek, mi lenne, ha a karácsony? Mi lenne, ha a karácsony a szeretetről szólna, ha minden ember szívében egy apró gyertyát van? Mi lenne, ha megfűtenánk, s fénye más legyen? Mi lenne, ha a fény körül mindenki elfér? Mi lenne, ha így közösen őriznénk a lábadot, szeretettel beletudnánk az egész világot? Az ajándék, a szeretet és a kedvesség lenne, ha világon karácsonykor újjá is születne. Mi lenne, ha a karácsony sosem lenne véget? Szeretetben és végében, kezdetben végében. Mi lenne, ha megváltoznánk és emberi bíválnánk? Mi lenne, ha megismernénk, nem csak megpróbálnánk? Mi lenne, ha nem vennénk el és megpróbálnánk adni? És mindenki, ki emberi élet, el tudnánk fogadni? Mi lenne, ha megélhetnénk mind a boldogságot? És szeretettel jobbá tennénk az egész világot?
karácsony a szeretet ünnepet ne feled. Csukd be szemed, érezd a térdüvegét. Érezd a finom étel és üdvön levegő. Mindenféle díszek a karácsonyt várom. Készen vannak már a kirakadások. Minden évben legszebb a karácsony ünnep. Tedd félre magad, amit összegyűjtöttél egész évben. Ne feledd, hogy a jövő sose biztos. Felejtsd el azt egy napra legalább, ami biztos. Látogass meg családod, amit kerültem, kirítsék, ilyenkor csak az, amit már itt nem lehet. Ha nem elállhatod szereted, ha nem mondhatod neki, hogy szereted, legyen boldog a szív és a lélek, szerezd maradandó, szép napot. Öleld meg legalább ezen az egy napon, és majd tudunk is hozzá, hogy a szeretet nem az karácsonyra. Ha a házamat fenyőágokkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangoskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyébként díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök ki hozzámra, ízletes ételeket főzök és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács. Ha a szegény konyhában segítkezem, öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyképpel ajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt fogbejekkel díszítem fel, ezzel gyűjtetem veszett részt, templomi kórusban énekelt, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem érzettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a latás díszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem igyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás értek van, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűn. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. A szeretet soha el nem múlik. A Betlen jászol. Kicsit este ringatózik, halkan, hidegben. Csillagozott fel az égen. Feltenek hát fagyban a fényben, és mosolyogó áramban. Télre jászolva szépen. Kis derjúszik szalma ölé. Remélem, hogy a harmad szívén. Át édes szíve harmadkában átmenekszik az ember lelke. Tűzt fogalma szedít fényben, üdvözítés száll a fényben. Szembe tiszta égcikör, élőt hordat, így üdvözöl. Karácsony a hangulat teremtő. Karácsonykor a szívedben legyen jelen az őszinte és tiszta szeretet. Mi több, hál' ismerjük majd az ünnepben, maradjon a szeretet lángja a szívedben, mert ott van egy helye. Hiszen nem lehet enélkül hosszú ideig árván járni, mindenkor szeretetben kell az életed legyen. Karácsonykor engedj szabad a gyermek lényed, az otthon melegén meghitő elérő feledkezik a lélek. Meg annyi ajándékot rejtő karácsony fények. A szeretet ünnepén a legszebb ajándék, az ember lénye egészen. Kívánok áldott, békés és szeretetteljes ünnepeket. Egész évben kitartó, őszinte szeretetet. Like a dream to a
Thank you.
Köszönöm szépen, hogy megkísérték műsorában.